A helyzet a súlyom miatt napról napra egyre rosszabb és nehezebb. Az alvás is szörnyű. Ha rossz helyzetben alszom, akkor reggel nagyon nagy fájdalmaim vannak. Olyankor a mozgás is nagyon nehéz. Ez rettenetes érzés. Legjobban talán a hátam fáj, a térdem és a lábam. A legrosszabb a hátam. A napjaim legnehezebb része a zuhanyozás. Mikor lépcsőn járok, olyan, mintha nagy zsákokat cipelnék magammal felfelé a lépcsőn. Ráadásul a legtöbb helyen alig férek el. Szóval a zuhanyozás elég gáz, ha valaki ekkora, mint én. A mozgás nem megy könnyen, de egyelőre még el tudom látni magam. A legjobban attól félek, hogy elérem azt a súlyt, mikor már nem leszek képes erre. Nem akarom, hogy ez valaha is megtörténjen. Ha valaki ekkora, sok helyen kidörzsölődik a bőre, és sok rajta a hurka, amiket muszáj annyira megtisztítani, amennyire lehet. Mire ezzel elkészülök, nagyon fáj a hátam. A végén mindig dühös leszek, mert már nagyon túl lennék az egészen. Ezután mindig az evés következik, ami megnyugtat. Kell valami, amitől boldog leszek. Csak arra vágyom, hogy jól lakjak. Anyának nem mondják, de itt én csinálom a legjobb tojást. Anya jól főz, de én jobb vagyok. Tanultam a főzést, úgyhogy tudom, mit csinálok. Ő persze úgy kezel, mint egy kisgyereket. Úgy 31 éve élünk együtt. Szerintem ilyenkor normális, hogy néha egymás idegeire megyünk. Szia, anya! Jó reggelt! Hadd vegyem át. Te csak rendetlenséget csinálsz. Már most nagyon fáj a hátam. És izzadsz is. Igen, leülök egy picit. Nem szeretem, ha Gino áll, mert nem tud állni. Olyankor léheg, és ezt nem tudom elviselni. Nem akarom hallani, mert nagyon elszomorít. A túlsúly többször előfordult a családban. Én is kövér voltam, anyám is kövér volt, a nagyapám is kövér volt. És Gino apja is. Úgy, hogy rá is ez várt. Ez nem kérdés. Hálás vagyok anyának. Mégis sokszor feldühít. Csináljam én? Négy nem fér bele a serpenyőbe. Megcsinálom én. Oda engednél? Szeretném befejezni. Anya sose állt az evésem útjába. És ez mindig is így volt, mióta az eszemet tudom. Szorosak a családi kötelékeink. Olasz család lévén szeretünk enni, és mindig bőségesen eszünk. Mikor összejövünk, a házigazda sok ennivalót készít a többieknek. Nálunk az evés is összetartó erő. Nagyon nagy család, sok unokatestvér, nagybácsi és nagynéni. A rokonom, akihez mindig a legközelebb álltam, az unokatestvérem volt, Nico. Gyerekkorunkban mindig ikreknek néztek minket Ginoval. Hasonlítottunk egymásra. Mindketten nagy darab srácok voltunk. Mindig együtt voltunk. Ő a legjobb barátom. Imádom. Mindig ő volt a legjobb barátom. Ő az én bajtársam.
Nikóval evőversenyeket csináltunk, meg ilyesmiket. Emellett a családi bulikon is sokat ettünk. Úgyhogy 6 éves koromban már 45 kiló voltam. Gino mindig dundi kisrác volt. Én 36 éves voltam, amikor átestem egy gyomorszűkítő műtéten. Nem akartam, hogy olyan kövér legyen, mint én voltam, de az, hogy nem adni enni egy gyereknek, ha kér, az ismeretlen a mi családunkban. Mire 8 lettem, a súlyom elérte 70 kilót. Gino ételfüggő lett, az apja pedig drogfüggő volt. Akkor nem használt drogot, amikor Gino kicsi volt. Akkor tiszta maradt. Amikor Gino nagyobb lett, az apja újra a droghoz nyúlt, és azt nem engedhettem, hogy ez történjen a fiam közelében. Gino 12 éves lehetett, amikor elváltunk, és soha nem látta úgy az apját, hogy az épp drogozott. Szerintem azt se tudta, hogy miért váltunk el, mert John nagyon ügyesen titkolta a dolgot. Nagyon megviselt, mikor a szüleim elváltak. Az evés megnyugtatott. És azt kell mondanom, hogy az evés akkor vált többé, mint ami a jól lakáshoz kell. Szükségem volt rá, hogy érzelmileg jobban érezzem magam. Mire 4. lettem, a súlyom elérte a 90 kilót. A válás után anyához kerültünk a nővéremmel. Csak kicsit láttam apát kevesebbet, mint korábban. Mégis teljesen más lett minden. Az egyetlen állandó dolog az evés volt az életemben. Így 13 éves koromra a súlyom meghaladta 130 kilót. A gimiben egyre több problémám lett, ugyanis egyre tovább híztam. Azokban a székekben nem fértem el, amik az asztalokhoz voltak rögzítve. Egyszerűen nem tudtam leülni rájuk. Szégyeltem magam, nem is akartam iskolába járni. De persze át kellett vészelnem a dolgot. Gimi után főiskolára mentem, ahol az ételekről tanultam. Az elsősöket 15 pluszosnak hívták általában. Én lettem az 50 pluszos. Akkoriban sokat híztam. Főiskola után több konyhán is dolgoztam, de ez nem igazán ment hosszabb távon. Minél tovább híztam, annál kevésbé fértem el a konyhákban. És én csak tovább híztam. Aztán egy munkahelyi balesetet szenvedtem. Munka közben kiment a térdem, és azóta sem tudok dolgozni. Nincs olyan MRI gép, amibe beférnék. Így az orvosoknak még nem sikerült rendes diagnózist felállítaniuk. Akkor költöztem vissza anyához, ami megalázó volt. Aztán valami történt, ami kicsit megváltoztatta körülöttem a világot. Kérsz még, mielőtt elviszem a tányért? Nem, anya, azt hiszem elég volt, köszönöm. Felhívtak, hogy apa kórházba került, és rákos sejteket találtak a szervezetében. Megcsinálom a hajam, aztán mehetünk a boltba. A kórházban voltam, kijött az orvos, egy rák specialista, és azt mondta, az apjának 4. stádiumú hasnyálmirigy rákja van. Azonnal összetörtem. Ez lényegében egy halálos ítélet. Mint egy örvény, úgy szippantott be a dolog. Igyekeztem látogatni, amennyit csak tudtam.